Eseménydús éve van a Teitnek. Az idén három új településsel bővült társulás az önkormányzati választásokat követően több új polgármestert köszönthetett soraiban. Bátyán, Duna-Szentgyörgyön, Madocsán és Kalocsán. A tejtűlés egyik legfontosabb napirendje volt a tisztségviselők kijelölése és az elnök megválasztása. Gáncs István alelnök, dr. Filvig Gézát, Kalocsa frissen választott polgármesterét javasolta a társulás élére, akit a tagok egyöntetűen elfogadtak. Szép kihívás ez, nagyon fontosnak érzékelem a társulásnak a feladatát, ez a Pax 1-hez köthető. Nyilván a Pax 2-es atomerőmű építéssel új feladatok sokkal jobban az embereknek az életébe is beszivárok az atomenergia, illetve az atomerőmű. Így lesz nekünk is sokkal nagyobb feladatunk ezzel, így lesz nagyon fontos mind az ellenőrzési, mind a tájékoztatási feladatunk. Az ülés során Gáncs István alelnöki pozícióját megerősítették. A következő ülés az november közepére tesszük. Itt a következő évnek az előkészítése van folyamatban, valamint olyan szerződéseknek a befejezése, olyan elszámolások, amely ugye választások közben szóltak, és a tisztségeket megújították. Szerencsére a túlnyomó rész a tejétben maradtak a polgármesterek, de ezeket a feladatokat el kell végezni, hiszen le kell zárni egy költségvetési évet, elő kell készíteni egy másik költségvetési évet. A társulás novemberben állát látogat püspök szirágyiba, továbbá küldöttség képviseli majd a szervezetet a Helsinkiben tartandó GMF tisztújító ülésén.